Ezen a képen itt van Domi, a másikon apa van, itt is apa van, itt Domi meg én vagyok. Anyának segítjük megtölteni a süteményeket, hogy ezzel is segítjük az ő munkáját. Három éve kezdődött a kálváriánk a családomnak. A nagyobbik fiam egyik éjszaka rosszul lett. Arra ébredtünk, hogy epilepsziás rohama van. Mentőt kellett hívni hozzá, be kellett szállítani a Tűzoltó utcai 2. számú gyerekklinikára. Lélegeztetőgépre került és altatásba rakták. Ez a génmutáció a mai orvostudomány állása szerint nem gyógyítható, nincs rá sem gyógyszer, sem terápia. Kutatják a betegséget a világon, sokat próbálunk keresni mi is, hogy mi lenne a megoldás. A nyáron találtunk Lengyelországban egy orvost, aki genetikával foglalkozik. Őnek is sikerült előállítania egy gént, de nem ezt a fajta gént kutatja, hanem egy másik fajtát, felvettük vele a kapcsolatot. Sajnos ő nem tud ebben segíteni, de bízunk benne, és keressük nap mint nap, hogy hol kutatják ezt a betegséget, és nem mondtunk le az ő gyógyulásáról. 3 hónap után a Domonkos átkerült a Betesdai kórházba egy rehabilitációra, ahol a feleségemet teljes körűn elsajátította az otthonápolást. Megtanították rá, hogy mit kell vele csinálni nap mint nap. Ez napi 24 órás felügyeletet és elfoglaltságot igényel. A Betesdába egy beavatkozás előtti aneszteziológiai vizsgálatra készülődünk. Amúgy is havonta mindig szoktunk menni, mi a gégekanülös, kanülcserére. Összekészítem a dolgait, van egy ilyen első segélytáskánk, amiben sok minden olyan dolog bele van téve, ami Dominak esetleg szüksége lehet, akár egy pulzoximéter, ambubalon, meg gyógyszerek. Ha esetleg valami nagy baj történik, ezt mindig magunkkal visszük. Nem egy egyszerű dolog nekünk ez az utaztatás. A kórházban szó esett arról, hogy a Domonkosnak keresnek egy otthont, de ezt mi a feleségemmel kategorikusan elutasítottunk, hiszen Domonkosnak a legjobb az otthoni környezet, és úgy döntöttünk, hogy itthon fogjuk őt ápolni, mert egy otthonba se kapja meg azt a szeretetet, amit tőlünk megkap. Domonkos hazakerülésekor át kellett alakítanunk az egész házat, az egész életünket, neki be kellett rendezni egy kórházi szintű szobát, kórházi ágyjal, szívókkal, minden, ami ehhez az ápoláshoz kell. A feleségem napi 24 órában a Domonkos mellett kell, hogy legyen. Az állapota éberkómás, az azt jelenti, hogy nem beszél, szájon nem táplálható, gyégekanülös, szondán tápláljuk. Amit az évek során benne kitapasztaltunk, az a szemkontaktusnak a mélysége és a megléte. Amikor jól érzi magát, akkor nyilván mosolyogni fog, és akkor tudjuk, hogy neki is jó, ha nem mosolyog, akkor valami probléma van. Domi 30 kilós, én 48, úgyhogy igen, lassan utol fog érni. Gondban leszünk későbbiekben ezzel, mert már most sem könnyű emelgetni. Nehezebb, erre nehezebb. És ettől kicsit félünk, hogy hogyan tovább. Mi a feleségemmel 2004-ben ismerkedtünk meg, mind a ketten Kárpátaljáról származunk, de a Jóisten úgy adta, hogy itt ismerkedjünk meg. 2005-ben kötöttünk házasságot, és rá pár évre szerettünk volna nagyobb családot. Erre a pár évre 8 évet kellett várni az első fiunkra, Domonkosra. 8 év után sikerült teherbe esnie, és akkor született meg a Domonkos egészséges kisfiúként. Domonkos 5,5 éves koráig egy egészséges kisfiú volt, ugyanúgy bölcsődébe járt, mint a kortársai, aztán fölment óvodába, ugyanúgy, mint a társai egészséges gyerek volt, játszott, biciklizett. Van mellette egy kisfiunk, egy 7 éves kisfiam Ágoston, őt próbáljuk úgy nevelni, hogy hitben, szeretetben ezzel átérezze azt is, hogy a család a legfontosabb és az összetartás.
Domit visztük a Betesda kórházba. Nagyon furán veszi a levegőt. Hol le tud jönni valaki ide közületek a kettesbe? Jó oldatott beteget 4 órán keresztül után a kórházban kell megfigyelni. Sajnos most bekerült a kórházba egy kisebb fajta fertőzés és egy dédetlenül szűkület miatt kórházba tartják őt. Árustonnal ketten készülünk a karácsonyra. A feleségem a nagyobbik fiammal a kórházban van, és várjuk őket haza. Mi a feleségemmel mind a ketten katolikus hitben neveltettünk, katolikus hitünket gyakoroljuk, gyakoroltuk is, és úgy neveljük a gyereket is hitben. Ez a tragédia sajnos próbára tette mind a kettőnek a hitét, de ez minket nem szétszakított, hanem még jobban összekovácsolt. Mikor jön haza Domi? Mindenkinek megvan a napi feladata, de úgy gondolom, hogy ez hit nélkül nem működne. Erős hitre van szükség, hogy ezt a keresztet hordozzuk, és hordozzuk, és hordozni is fogjuk.